nagyon jó érzés, helyzetének, lehetünk a botba. Végignézek rajtatok, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó érzés ennyi bénát látni egy kupacban. Rehab critical mass. Egyenlőség, akadálymentesítés. Elvárjuk. Elvárjuk, hogy az ember ne csak a vélt gazdasági hasznossága alapján, hanem emberi mi volta alapján legyen számba véve. Fontos tényleg az lenne, hogy megjelenjünk az utcán, a társadalomban, hogy dolgozni tudjunk, hogy közlekedni tudjunk, hogy itt legyünk köztetek gyakorlatilag. Ez alapján mindenkinek biztosítsanak egyenlő esélyt, egyenlő bánásmódot. Elvárjuk a szociális biztonsághoz való jogot. Elvárjuk a kormánytól, hogy dolgozzon ki olyan rendszert, amelyben reális esélye van minden fogyatékossággal élő embernek arra, hogy munkát végezhessen, és így adófizető állampolgára lehessen az országnak, hasznos tagja a társadalomnak. Neked még mi lenne a legfontosabb változás, mondjuk így a társadalom vagy a környezet részéről, ami segítené a mindennapjaidat? Mindenféleképpen az akadálymentesítés, gondolok itt a járdaszegélyekre vagy az épületekre, illetve a megfelelően felépített rámpák például. Javul ez a tendencia, vagy igazából nem változik? Javul, de nagyon lassan, tehát nem lehet évente 10 darab járdaszegélyt átalakítani, mert az nem ér semmit a meglévő több ezer ellen. Elvárjuk, hogy a szakma és az érintettek bevonásával gondolják újra ennek a területnek jogi és finanszírozási oldalát. A támogató szolgálat minőségibb, emberségesebb és olcsóbb megoldás szemben a bentlakásos intézményi ellátással. Elvárjuk, hogy fejlesszék az otthoni életvitel segítő további szolgáltatásokat is. Ezért elvárjuk, hogy összhangban a Magyarország által is aláírt ENSZ konvenció elveivel, az EU fejlett országainak gyakorlatával és a szociális szakma által is jóváhagyott irányelvekkel ezen a területen is érdemi intézkedések történjenek rövid távon belül. Nekem az akadálymentesítés mindenek előtt, mert élet fontosságú, hogy le tudjak menni a járdáról, föl tudjak menni a járdára. Nekem ezek voltak a legfontosabbak. Elvárjuk, hogy tegyék érdekelté az önkormányzatokat abban, hogy alakítsanak ki az igényeknek megfelelő mennyiségű akadálymentes, illetve szükség esetén könnyen akadálymentesíthető lakást, és ezeket szociális alapon adják bérbe a fogyatékossággal élő embereknek. Elvárjuk a tényleges és valós akadálymentesítést és annak fenntartását. Elvárjuk az egyenlő esélyű hozzáférés nem csak az épített környezetre, hanem az infokommunikációs és a jogi környezet esetében is. Mindenki számára, minden fogyatékkal élő számára fontos, az mindenképpen az akadálymentesítés, és hogyha lehet, akkor egységesen, tehát ezt úgy értem, hogy mindenféle fogyatékkal élő számára megközelíthető legyen, illetve még ugye fontos lehet ez kismamának, illetve idős embereknek is, tehát gyakorlatilag az egész társadalom hasznára válhat. Ugye a Rehab Critical Mass alatt az volt, hogy esélyegyenlőség és akadálymentesség, ez a legfontosabb. Az esélyegyenlőség az egy teljesen egyértelmű, hogy mit jelent az akadálymentesség alatt, nem csak a fizikai akadálymentességet értjük, hanem az akadálymentes életet. Tehát az, hogy az én kisfiam, ugye van egy 9 éves súlyosan halmozottan sérült kisfiam, tehát ő csak annyira legyen akadályozott, mint amennyire az épp gyereket. Tehát hogy nekem, mint anyukának, csak annyi nehézségem legyen, mint az összes többi anyukának. És minden olyan segítséget, ami ahhoz szükséges, hogy mi akadálymentesen élhessünk, azt megkaphassuk. Most még nagyon sok mamut intézmény van Magyarországon, ahol fogyatékkal élők élnek, és mi azt szeretnénk, hogy ez a kitagolás meggyorsuljon, tehát ilyen kisebb lakóotthonok legyenek, vagy azok a fogyatékkal élő fiatalok, akik önállóan képesek élni, és ennek nagyon sokan vannak egyébként, azoknak biztosítsák azt, hogy önállóan élhessenek.